szeretettel üdvözlök mindenkit a 2000 című folyóirat nevében. Azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk egy 10 évvel ezelőtti rettenetes eseményről, az utóbbi évtizedek egyik legrémesebb gyilkosságáról, amikor is február 22-23-áról forduló éjszakán Tatászent Györgyön meggyilkolták Csorpor Hubertet és 5 éves fiát. Ennek emlékére gyűltünk össze, és kértük meg író barátainkat, hogy emlékező vagy fölházó írással emlékezzenek ők is. Mint ismerhetes, ez a hímes esemény a cigánygyilkosságok sorozatának egyik eleme volt. Bízunk benne, hogy ilyen többet nem fog előfordulni. A sorozatgyilkosságban érintett családot, az a család áldozatait, az áldozatok családját segíti a Csorba család karácsonya elnevezési csoport, melyik 10 év óta támogatja ezt a családot. Elhívtuk a Csorba családot is az estünkre, de azt üzenték, hogy a ma délelőtti Tatászent Györgyi megemlékezés annyira megviselte őket, hogy inkább nem jönnének, de köszönettel veszik a támogatást, és köszönik azt, hogy rájuk gondolva összegyűltünk itt. Megemlíteném, hogy 5 évvel ezelőtt ugyanígy összegyűltünk megemlékezni a rémes eseményről, és akkor az akkori középgeneráció íróit kértük meg, hogy emlékezzenek. Hozzátenném, hogy akkor még közöttünk volt Eszterházy Péter és Borbély Szilárd, akik szintén támogatólag részt vettek estünkön. A jelenlegi estünk a mai legfiatalabb író költő generáció tagjait kértük meg. Ők fognak erre az alkalommal készült írásaikkal emlékezni. Estünkön a Romano Glasso énekkar fog zenét szolgáltatni, és utána következnek a felolvasások. Bennünket
elfelejt. Anglavi urlászó, mi nasú nagyon, én azt mazor, de borbinyó. Hoja ki barvad burde, kajci murana, ne minsuva. Nem vigyáz? Hol jár az Isten? Bennünket elfelejt? Szia, Robika! Azért írok neked, mert nem tudok másnak. Bajban vagyok, mert ma van 10 éve annak, hogy... Ma van 10 éve, hogy... Ahogy látod, még kimondani sem tudom, pedig kellene, mert vállaltam, kiálltam ide, azt mondtam, hogy ki fogom tudni mondani. Most mégsem megy. Túl nagy szavak keringenek a fejemben, nem férnek át a számon. És ráadásul iszonyúan szégyellek most itt állni. Tudod, csak muszáj vagyok. Úgy érzem, minden mondatom képmutatás. Ezért kell hozzád beszéljek. Mert se az itt ülőknek, se magamnak nem tudok semmit mondani már, ami ne lenne szörnyű, ne lenne elviselhetetlenül szomorú, vagy ne lenne szimplán csak hangzatos hazugság. Neked talán igen, hát ha tudok. Ráadásul ajándékot hoztam, nem is egyet. 10 születésnapod volt azóta. 10-re nem kaptál semmit. Hát hoztam neked mindegyikre valamit. Hadd adjam át, azt talán még menni fog. Az 5. születésnapodra egy napsütéses délután csöndjét hoztam. Tudom, csönded az már rengeteg van. 10 éve, hogy újra és újra elér hozzám, most is napok óta hallgatom. De ez egy másik fajta csönd. Fényes, langyos szél fúj benne, madarak vannak benne, békák brekegnek. Nem sokkal jönnek bele vissza a gólyák is. Nyugalom. Ez egy olyan csönd, ami szeret. Akartam neked hozni egy ilyet is. Mert megszakad a szívem a csöndettől, ha meghallom. A 6. születésnapodra egy kisbolygót hoztam, egy sajátot, csak neked. Rajta van minden jó, ami velem történt gyerekkoromban, ez így tök béna, ne haragudj. De ezeket szeretném neked odaadni. Csupa egyszerű és jó dolog. Utazás, kutya, macska, cseresznyefa. Föl lehet rá mászni, tyúkol, el lehet benne bújni. Szerintem szeretnéd, és én örömmel odaadom neked. Én mindig erre szoktam gondolni, ha túl régóta fekszem a sötétben, és te túl régóta fekszel. A 7. születésnapodra valami észszerű, egyszerű és nem irreális történetet szerettem volna hozni neked arról, hogy mi történt veled. Tartoznék neked ezzel. De nem tudtam. Mert abban, ami veled, meg veletek történt, semmi észszerű, egyszerű vagy reális nincs. Úgy állok és nézem a történetedet, mintha a 10 emeletes tetején kellene egy párkányon mezítláb néznem a semmibe fölfelé. Kapaszkodó sehol.
nagy levegőket veszek, máson nincs, akkor legyenek most ezek a nagy levegők is a tieid. A 8. születésnapodra miatt aztán a dühömet hoztam, ami túl keserű, és a keserűségem, ami túl dühös. Az érzést, mint a benzinnel öntenének le. Amikor átgondolni kényszerülök, hogy valakik úgynevezett logika mentén, milyen logika mentén vélnek jogosnak körbeautózni falvakat, házakat felgyújtani, megölni egy 5 éves gyereket. A valóság sunyin azt sugallja, hogy van valami értelme, mert kellene, hogy legyen, de hát nincs. Nyilván nincs. Az értelmetlenség fölötti keserű, fekete dühöm. Tessék, ez is a tiéd. A 9. születésnapodra a tehetetlenségem hoztam. A köröket, amiket újra és újra lefutok magamban, ha eszembe jutsz a saját gyerekkorom, milyen olyan stációid, amikben most utólag el kell kezdenem számogatni hány ismerősöm és osztálytársam és pattársam, és ki tudja, mi volt még roma származású. Mérlegre kell tennem magamban a gyerekkori barátságaimat, a mérhetetlen szégyen miatt, mint hogyha azzal, hogyha sok roma származású barátom volt, az bizonyíthatnám neked, magamnak vagy bárki másnak, hogy én vétlen vagyok. Hogy én nem tehetek arról, ami történt. Viszont a 10. születésnapodra azt a beismerést kell hozzam, szimpatikus meldöngetés és látványos összeomlás nélkül, hogy de, hát én is tehetek. Mind tehetünk. Hogy nem mondhatom azt, még a 10 éve épp csak, amit a kamaszkoromon voltam túl, hogyha soha semmilyen közöm nem volt egyetlen rohadt neonációs, az egyetlen gyerekkori barátom anyját Farkas Ágnesnek hívják is. Akkor sem mondhatom, hogy nem vagyok felelős. De azzal kellene kezdenünk, hogy elismerjük, hogy együtt vagyunk. Együtt benne ebben az egészben, meg amúgy is, hogy létezik egy együtt, amiből nincsen kivétel, senki, se származás, se bőrszín, se virágnézet, stb. Szexuális hovatartozás, vagyoni, semmilyen alapon. Mert belátjuk, hogy együtt vagyunk. Ha tetszik, ha nem. De persze, ezt elképzelni sem tudom, ezek naív, vagy még rosszabb, álnaív kérdések. Látod? Nekem is csak ennyire futja. Kétségbe esettem, próbálok nem arcba hazudni egy 5 évest. És a 11. születésnapodra is csak azt tudnám hozni, hogy félek. Félek, hogy nagyon el van szúrva az egész. El van szúrva ország, város, fiú, lány. Történelem, önkép, hagyomány, lehetőségek, perspektívák, fönt, lent, kisebbségek, világnézet, realitásérzék és pláne jövő. Persze nem örökre, csak még jó sokáig, még egy pár száz évig. Addig megvakított katonalovak vagyunk egy nevetségesen tágas aknamezőn. Akármerre indulunk, a semmi felé húzunk. De a 12. születésnapodra igazán nem akarnám a zavarodottságomat adni. Valami sokkal jobbat kéne. Szépet. Egy 12 éves gyerek biciklit kell kapjon a születésnapjára, nem friss virágot a sírjára, vagy egy megkeseredőben levő 30-es csávónak a morális válságát masnival átkötve. Legyen akkor az a jövő? Az a távoli jövő, amire gondolok időnként? Elfogadod, Robika? Amiben ez az egész egy icipicit talán jobb lesz? Hát nem adhatom, mert meggyőződésem, hogy én sem fogom megérni. De úgy elfogadod. Mert ha nem, ugye a 13-ra sem marad más, mint annak a lehetetlensége, hogy hozzak neked bármit. Én akkor is próbálok legalább egy kicsit tényleg elérni hozzád. Kézzel, lábbal, kapálozva próbálok adni neked valamit, mert lefoszlik erről az egészről a történet, és csak a kisemmizettséged marad. Pedig a 14. születésnapodra már végképp nem tudnék hozni semmit. Épp elég butaságot testeltem rád, így is ne haragudj. Egy hétig Simone Weilt olvastam. Erre készültem. Elmondanám neked, ki az a Simone Weil, de én sem tudom. Gondoltam, hát ha segít, de csak feldühített hit és remény. Mindig hit és remény. Elmondhatatlanul mélyre kell kotorjak magamban ahhoz, hogy ilyesmiket találjak. 10 év. Mostanában lenne belőled lassan valóban ifjabb Csorba Róbert. De akkor lehet, legyen inkább az, hogy a semmi helyet ezt hozom ide a végére neked a 14-re. Hogy hit és remény. Nem tudok mást. Bár ez sem jó, de megpróbálunk. Valahogy megpróbálunk jelentést adni neki. Ennek a jövőnek. Mert még mindig nem tudnék mást mondani se neked. Se az apukádnak, se a többieknek, akik ebben az egész gyalázatban megnyomorodtak vagy meghaltak. Csak azt, amivel annak idején a lelkész az anyám temetését kezdte. Erős a szeretet, mint a halál.
Nem tudok mást mondani, Robika. Ne haragudj. Köszönöm szépen. Pici, piros R betű. Jön a 10. évforduló. Kell lenne valami arculatféle. Tamás már az ügynökségen elkezd utána olvasni. Roma gyilkosság, ez rém lett neki, de hogy romák gyilkoltak, vagy romákat gyilkoltak, na ezt nem tudta volna pontosan megmondani. A tűzoltók annak ellenére, hogy egy benzines kannát és parafadugós üvegdarabokat találtak a ház közelében, elektromos zárlat miatti tűzről beszéltek, a rendőrség pedig nem vette figyelembe a tanúk elmondását, hogy lövéseket hallottak. Tatár Szent György. Bepötyögi a keresőbe. Mi van? Hogy Kecskemét fölött? Útvonalterv 59 kilométer tőle, ahol most ül. Rohadtul azt hitte, hogy valahol északkeleten van valami borsodi sötét történet, de hát ez nagyon közel, az ország közepén. A kinkeserben megtermelt adóforintjainkból a cigányság demográfiai robbanását finanszírozzák, miközben a magyarság lélekszáma kritikusan fogy. Tamás pár éve vállal ilyen non-profit fusi melót is. Persze, néha marha nehéz, nem csak a téma miatt, hanem mert már a melóban is kifolyik a szeme a pixeltologatásban, 20 millió mutáció valami szarepres üdítőnek, miközben ő az iparra járt és festőnek készült. Szóval valamit csinálnia kell, aminek van értelme, még ha nagyon fáradt is. A múltkor egy szeretetszolgálatnak tördelt be egy brosúrát ingyen. Már a nyomdában volt az anyag, amikor visszahívták. Mégse kellene úgy mutatni azokat a gyerekeket a nyári táborban, mert hát tudják, hát na... Értik, mit mondok, az emberek erre nem adnak adományt. Nem én nem adok, de az emberek ilyenek. És ezeknek a gyerekeknek is jobb, ha nem pont őket mutatjuk, hanem olyanokat, akik tudják, magyarnak néznek ki. Mert különben ezek a gyerekek nem kapnak pénzt. A törvénnyel nem került összeütközésbe, nem járt kocsmába sem, még csak nem is szemtelenkedett senkivel. Robert csak ugyan nem járt a cigány kocsmába, korábbi törzshelyére ugyanis kitiltották, miután szemtanúk elmondása szerint negyed magával megtámadta a tulajdonost, és betörte a vendéglő ablakát. Tamás elkezdi nézni a képeket. Vonuló cigányok, szívalakú sírkő, bírósági tárgyalás. Valaki mögé áll, hirtelen bezárja a böngészőt. Az ügyfél visszadobta, az eper nem elég vidám. Tamás hümmög, majd amikor ellép mögüle a projektmenedzser, újra a képek között találja magát. Rálel a házra. Egy sárga torzó a telep szélén. A tető hiányzik, a gerendák az égnek merednek. Olyan, mint egy hátára fektetett halott állat. Egy kibelezett állat, egy legyilkolt állat, ezt máshogy nem lehet mondani. Egy videón látott mindent, az összeégett fürdőszobát, a megolvadt borotvákat, a törmelékes farmernadrágot és a cipőket. A pici cipőt. A bent égett életeket. Ez a ház megfogja. Beleég. Lehet, hogy az arculat nagyot fog szólni. Akár még valamilyen nemzetközi díjat is nyerhet, azokat ilyen projektekkel lehet. Persze nem ezért csinálja, hanem mert fontos az ügy, és az ügynek is jó, ha nemzetközi figyelem irányul rá. Ott hagyja az epreket, hazarohan és beül a kocsiba. A gyilkosság borzalmasan megrázott minket, ráadásul az sem volt könnyű feldolgoznunk, hogy éveken át a média figyelem középpontjába kerültünk. Ahogy teltek a hónapok, évek, úgy vált egyre fájóbbá, hogy újra és újra feltépik a sebeket. És úgy lett egyre nehezebb átélni, Tatár Szent György neve összeforrt a tragédiával, ezért nehéz volt erőre tekintenie azoknak, akiknek ez az otthonuk, akik itt akarták folytatni az életüket. Tamás tesz egy kört a roma telepen, mindenki megbámulja. A telep szélén kiszáll, fényképezőgép a nyakában.
rosszallóan nézik. Jön megint valami újságíró, hogy hírt csináljon ebből. Miért nem lehet őket békén hagyni? Tamás keresi a házat. A ház már nincs. A ház már eltűnt. Nem állott mementóként, amit Budapestről olyan szívszorúva lehetne nézni. Tamás a ház helyén ténfereg. Zakatol benne a sok szó, hang, kép, amit magára zúdított az elmúlt órákban. A gusztustalan mondatok, a folyamatos relativizálás. Amikor innen eltűnt egy család. Havas a föld, elered az orra vére. Hazahajt. Az egész arculatra végül nem küld be mást, mint hófehér alapon egy pici, piros R betűt. Alakváltó. Szembe került velem tegnap a gyász. Az évek során halványan ismerős lett. Előhívni nem lehet, minden fényképen máshogy néz ki. Ma ez a zavart barna pocsolya itt előttem. Nincsenek szakaszai, önmaga körül forog, kitátja a száját, ami mélyebb, mint az ég. Holnap a hajam végére fagyott pára, törik, ha fésülöm, nehezék a fejen. A gyász dühösebb, minden évszakban begyógyul, megijedek, hogy hova tűnik belőlem. Kiújul, ahogy a rügyek, álmomban a gyomorban zúzott kő, pihen, onnan jön föl reggelente, mint savatorokban, kibeszélem. Szemzugokban ülő kavics, mellettem elhaladó járókeret, markomból kibújó madár, szétmarja a kezem, ha elengedem. Tegnap megkért a gyász, hogy nézzek tükörbe. Szállanként őszülés, nehezék a fejen. Félnék nélküle, elemelkednék, ha nem tartana lent. Egy tétova kézmozdulat és felbillent a földről. Valamit adnom kell a gyásznak, évszakváltásokkor magokkal etetem. Köszönöm. Február 23-án éjjel, kettő előtt nem sokkal fordultok a faluba vezető főútra. Viszonylag lassan közeledtek a sötétben, de ez nem jelenti, hogy bármit is halogatnátok. A rossz út az, ami feltartóztat, a kőkeményre fagyott földgöröngyök, amik miatt a sofőr óvatosan vezet, illetve az útmenti bozót, amiből bármikor elétek vetheti magát egy őz vagy egyéb nagy testű állat. Végül mégis föltűnik a falu széli ház, a sárga falak hirtelen öltenek testet a sötétben, mintha kifejezetten a ti kedvetekért válnának anyaggá ott, ahol nem sokkal azelőtt még csak az éjszaka, meg valami tétova, távolról jövő kutyaugatás hullámzott. Igazság szerint így gondolsz a ház lakóira is, akiket a terepszemlén láttál ugyan már egyszer, de ahogy elhajtottatok, számodra semmibe dermedtek. A fiatal férfira, aki az udvaron tetvett, és neked úgy tűnt ügyet sem vetett rátok, a kislányra, aki egy pillanatra előbújt a házból, csak hogy a férfi, talán a hideg miatt rögtön visszatessékeljen. Az idősebb megtermett asszonyra és az őt bukdácsolva, lelemaradva követő kisfiúra, aki ezt a testtartásából és a mozdulataiból sejtetted, valamit éppen magyarázott. Ahogy az autó szintjére érkeztek, a gyermek a férfihoz szaladt, a kabátjába ölelt, majd mindhárman fölszívódtak a házban. Leginkább a hátukra emlékszel belőlük, ezt vette körül, bár még nappal volt, a villanyoltáskor leszálló szigorú makacs sötét. Most éjjel is csak ennyit tudsz magad előtt látni, három hátad, amit a házba képzelsz, megkövülten állva a zűrben, bár tudod, hogy ez most így nem lehet igaz. A házlakói biztosan nem állnak, mintha azóta is rátok várnának, hanem fekszenek, és mit sem sejtve alusznak, mert egyelőre azt sem tudják, hogy a világon vagytok. Ahogy te sem tudod, bár nincs is gyakorlati jelentősége számodra, hogy vacsora után Robi, mint mindig, bevackolta magát a testvére mellé az ágyba, fejére húzta a paplant, amíg bemelegszik, aztán maga elé képzelte a szobát, ahol édesanyja tesz, vesz és motoz. A paplan fölött világos van, a paplan alatt szinte fekete a sötét, ez a különbség pedig lehetővé teszi, hogy Robi kuckóban érezze magát.
Néha arra szokott gondolni, hogy hatalmas zseb mélyére rejtették, onnan kell előbújnia. A félálom bizonytalan ringását is ezzel magyarázza, vagy pontosabban azzal, hogy a zsebviselője éppen útra kelt. Máskor, mint ma is, arra gondol, hogy édesanyja mozdulatai nyomot hagynak a paplanon túli fényben. A szoba ettől térképpé válik, rajta a cakkos útvonallal, Robi pedig bármikor rá tudna mutatni a másoknak érthetetlen mintára, és azt mondani, itt az ablakhoz ment, hogy behúzza a függönyt, itt a paplant rendezte el rajtam, itt a lámpa mellé ült varni. Vacsora után könnyű boldognak lenni, és Robi is az lenne, csak hogy ma este büntetésből zárta ki magát a lakás világossából, fenyítésképp egy eltört ceruzáért, amiről még nem szólt senkinek, a szüleinek sem, megkockáztatva, hogy hallgatását, ha kiderül a baleset, gyávasságnak veszik. A dolog persze szóra sem érdemes, annyi történt, hogy rajzolni kellett a beszoktatóban, papírt kaptak és írószert, aminek mint mindenki ő is megörült, de később, amikor rájött, hogy nincs egyetlen jó témája sem, megijedt és elszorult a torka. Ezután pedig megjelent az asztalon a kettébe tört szép, piros ceruzza. Az, hogy Robi nyűgös, inkább csak azért baj, mert mióta óvodához szoktatják, minden elalvás előtt végig gondolja a következő napot, és keres benne valamit, amit jó lesz várni, amitől hamarabb eltelik az idő. Magas-magas lépcsőnek képzeli a beszoktatót, lépcsőfokokként sorjázó hétköznapokkal, amiket meg kell mászni, egészen a lépcső tetejéig, a komoly óvodáig, benne a rémisztő nagy fiúsággal. Nyilván tudja, hogy szégyen magának, azonban mégis bevallotta, hogy szívesebben lenne helyett édesapával, vagy maradna itthon a testvéreivel. Emiatt gondol esténként a másnapi lekváros kenyérre, a bujócskára, vagy jobb híján az útmenti fagyott hótakaróra, ami ropogva szakadt be a csizmája alatt, úgyhogy minden répéshez rántania kell egyet a lábán. Az ilyen hó, amit a felnőttek már utálnak, neki még kaland, bátrabb lesz tőle, szembe tud szállni a mindig elromló ellenséges tárgyakkal, amik a beszoktatás kezdete óta szörnyen elszaporodtak, és csak a megfelelő pillanatot lesik, hogy kicsorbulhassanak, megrepedhessenek, elszakadjanak. A nyomot, amit ezek a károk hagynak egyes napokon, Robi mély, mindent elnyelő veremnek látja, éppen olyannak, amilyen ezen a napon is van. Leginkább talán azért haragszik magára, mert régen megtanulta, mit tegyen vészhelyzetekben, néha mégis bepánikol, mint a múlt télen is, amikor a szomszéd kutyája a sarkodva elév állt. Akkor tényleg azt hitte, hogy mindennek vége, bár ebben nem volt igaza, mert vele volt az apja, és elmagyarázta, hogy az állatok megérzik az ijegység szagát. Farkas szemet nézni, nem lesz baj, mondta. Később pedig a beszoktatóban megértette Robi, hogy a tárgyak is kiszagolják az emberben a félelmet. Ilyenkor esik le a csésze az asztal sarkáról, folyik a mártás az ingre, és repedel a ceruza. Sokban hasonlítanak ezek a dolgok a te gyerekkori élményeidhez, ma azonban tényleg késő lenne rajtuk törnöd a fejed. Hátradőlsz az ülésen, kibámulsz az ablakon, és szabályszerű ismétlődéseket keresel a bozót egyhangú körvonalában. Ha a ház a megkövült lakóival a képzeletedbe tolakszik, önkéntelenül is lehunyod a szemed. Harcolsz a megáltalkodott sötét űrrel, a tájat és az országképet borító foltokkal, ahol a tér megszűnik számodra létezni, ellenséges vákummá alakul, és fenyegető idegeneket ont magából. Olyan idegeneket, mint ez a gyerek, aki az éjszakát képzeli semminek, a reggeltől viszont megkönnyebbülést érez, ha pedig, mint most is, a biciklizésre gondol, kicsit várni tudja a nagy fiúságot. Édesanyja azóta eloltotta a villanyt és ágyba bújt, később pedig kattant a kilincs, és megnyikordult az ajtó, mert édesapa is megjött nagymamájéktól. Robi tudja, hogy a hálószobát betölti a szülők puha szuszogása, ami jó, mert ő legszívesebben szuszogásnak képzeli a szeretetet. Félhangosan mondja ki, hogy nem lesz baj, ebben a mondatban pedig aztán megkapaszkodik. A paplan már rég nincs a fején, és most, mielőtt elszenderedne, még látja megelevenedni a szekrény ajtón az ötlábú, rémtestű fagörcsöt. Úgy 3-4 órát alszik, majd újból felébred, mert a ház vakító, forró fényben áll. Édesapába markol, megindulnak kifelé a lángoló szobából.
ő pedig, bár fél, a lelke mélyen elhiszi, hogy nem lesz baj, és érthetetlen módon rábukkan magában egy kevés, bátortalan örömre. Talán a lakást betöltő, ragyogó, káprázatos lángokban van valami, amit ígéretnek remél. Az apjához bújék tulajdonképpen egymást bátorítják. 2:23, de mégis úgy tűnik, hogy órák óta a ház előtt várakozol. Kedved lenne lehajolni egy pillanatra és meggyúrni a görcsölő vádlidat, hogy aztán a biztonság kedvéért csak, az órodat törlöd meg, mielőtt az ajtó tényleg kinyílna. 3 cigány öltested előtted, úgyhogy célzol, és egymás után többször meghúzod a ravaszt. Tiszta szívvel, mert
Szeretném elmondani, hogy a szövegben felhasznált tényanyaghoz a Tamási Zoltán által jegyzett szociográfiát nagyban felhasználtam. Ez a Cigányról egy címet viseli. Persze egyéb forrásokra is építettem. Vadászok. Egy. Gazdag falu. A Dabas ladánybenével és őrként Kunpeszérrel összekötő utak metszetében, a házak közművesítve, modern intézmények, emeletes iskola, emeletes egészségház, művelődési központ, polgármesteri hivatal, nő, vezeti a várost, az iskolát, az óvodát, olcsó mart aszfalttal akarják beburkolni az utcákat, de egyelőre inkább fagyott homokos talajon taposnak a téli vonulók. Itt masírozott először a magyar gárda, és a lakók közül valaki most is épp kimondja, csend őrökre volna szükség, vadászokra, akik nem bánnak kesztyűs kézzel a tolvajokkal. De a 100 éve épült lerobbant laktanya már nem hagy sok reményt. A házakon hirdetőtábla, akik nem csinálják, belekeseredtek a lopásokba, és egyébként is lenyűgözően magas a bűnözési ráta. Prostituáltak, dílerek, közlekedési szabásértők róják a csapásokat. Néhány rúgás bent töltött éjszaka, végleg senkit el nem tántorít. A kiszabott büntetés hamar elévül, és kezdődik újra előről. 2. Árkokkal zárják ki focipályáról az illegális krosszozókat, melegért fűrészelő férfiakat az erdőből. A terjedő védelmi vonalak falva ez. És műutaktól távoli határában a fenyves szélére tövises akásznyesedéket halmoztak a lakók. Itt már csak a fenyves sor világol, egy párházi homokos utca. A fény 4 oszlop tartja rajta, de az új épület gerendáiról, a cserepeken áttörve, most valami más is szokatlanul lobog. Bármelyik romhalmazra dobhattuk volna a molotovot, de ez volt a legfeltűnőbb. Vadonatúj takaros kis otthon bevakolva, szépen sárgára festve. A nehezen törhető ablakok végre bezúzva, a látvány kerítés nem zavarja. Túl a derékig érő vadhoányon, már a kocsi melegében várom, hogy végre indulhassak veled. 3. Kerek akácerdőbe torkol az utca. Arra nyílt a ház ajtaja. Ott menekült ki a fiúval apja, de már csak fekszik kicsi fejéből egy darab leszakadva hátul. Ezen a ponton tört ki a fém. Húsában 18 sörét. A férfi nehéz tüdővel borul rá. Derek a 3 helyen behasadva. Hideg a bőre, mint egy tárban felejtett golyó. Még kapkod a levegőért, de már nem áll össze szó. Fekete hajú, fekete szemű lány remeg az akácfa ágán, megbújik összekuporodva. 4 lyuk vékony derekában, s majdnem leszakadt az egyik ujja. A sárga ház mellett nő áll, egy égő erdős értetlen fája. Összehajló karjai közt gyermek, kis gyomrát éhség marja. 4.
Rendőrök, tűzoltók, mentők érkeznek, indulnak. A nyomozó hóban hagyott lábnyomokra vizel, idegenkezűséget nem fedez fel. 5. Erős szél fúj, dermeszt a hideg, az összkép fekete-fehér és rideg, mindenki hazafelé siet. 6. Másnap reggel aztán előkerül néhány töltényhüvely. Újabb szemlét rendelnek el, lezárják a helyszínt, rendőrök cirkálnak faluszerte, egy hónapig nem törnek be senkihez, gyalog sétálnak a jogsi nélkül krosszosok, a fák nem ritkulnak tovább, bejáratott kuncsaftokra szorítkoznak a kurvák, a lopás visszahúzódik a családokba, ám aztán újra felgyorsul az élet. 7. A menetrend marad. Elégtételért támadnak egyre szegényebb házakat. Aztán szakértők elemzik, hány elúszó szavazat, mikrofonba morzsolni az R-betűs szavakat. Fel kell mutatni inkább a gyilkosokat. Fekete szemű férfiak kényszerből vallanak, majd helyükre hamar más kerül, csak a szégyent viszik magukkal oda bentről, és két kézzel osztják tovább. 8. Az égre nyíló ház kiégett szájába. Hetedíziglen belesnek majd a gyermekek. Köszönöm. Jó estét kívánok. Annyit, hogy ezeket a verseket egy hadvezér nevében írom, és ez is egy jel lett. Hogy a leigázott népek békében megférjenek. Helyet csinálunk magunknak. Fallal vesszük körbe, kiépítjük új kerületeinket. Ami kívül marad igazgatásunkon, a szürke zóna szabadon lakható. A sötét helyeken bármi történjék, az élet a megszokott rendjében mehet tovább. Számunkra előnyös, hogy annyiban hagyjuk, ha hasznunkra nem válhat, nincs miért erőltetnünk, igazságunk a kiváltságosoké. A tudatlanság kettős természetű odakint. Aki kiszorult, nem értheti szabadságunk. És nem veszünk tudomást mi sem, amiről nem muszáj. Elnézünk, amíg lehet. Néha füst száll fel a sötét vidékekről. Lövések hangzanak. Ha valaki eltűnik, soha meg nem találják. Nem is tudják, hol kereshetnék. Amikor kint járunk, áruha véd minket is, a névtelenség. A beszakadt tetők, a lerombolt falak, a leégett udvar, sörétnyomok vezetik a tekintetet, valami tökéletlen feltárására. Ha köztudottá válnak hasonló tragédiák, a felelősöket meg kell találni mielőbb, és bezárni őket, megvonni a falon belül is jogaikat. Övék legyen minden bűntudat és szerencsétlenség, hogy nekik kelljen szembenézni tettük természetével. Néha azt gondolom, lehet a tökéletes igazságnak néhány vakfoltja. Hogy képtelen a legjobb lehetőségek ellenére mindenfelé elterjedni. Nem tudom, kit terhel ezért a felelősség. Hogy lehet ilyen, ami tökéletes? Nem gondolni minden részletre, ez a mi kiváltságunk. Köszönöm. Egyetlen név. Tatár Szent György, 10 év múlva. Ímé megjelenik az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked. Mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Máté Evangélium a 2.13. Az életben van valami mély, feloldhatatlan tragédia, ami ettől már nem is számít tragédiának. Hogy nincs katarzis, nincs feloldása. Borbély Szilárd, az igazi nevem nem ismerem. 1. Nagy Tiborné, Illés Éva. Tatár Szent György, Pest megye déli részén, a Dunatisza közi homokhátság peremén, az ország földrajzi középpontjának közelében fekszik. A község cigány sorának utolsó házát 2009. február 23-ára virradóra molotov koktélokkal felgyújtották. A 17. század óta a falu képe sokat változott, de eredeti jellegzetességeit, kettős keresztutcás fésűs beépítésű szerkezetét máig megőrizte.
A vádirat szerint az egyik vádlott több célzott lövést adott le a tűz elől menekülő 28 éves Csorba Róbertre és két kisgyerekére. A határ jellegzetes alföldi pusztai táj, fehér nyárral, borókával tarkított futóhomok, szőlők, búzatáblák, erdők és rétek üde foltjával. Az apa és az 5 éves kisfiú, Robika azonnal meghalt. 2. Nagy József. Meghalt azonnal Robika. Kisfiú 5 éves. Az apa foltjával üde rétek és erdők. Váltakozó búzatáblák, szőlők. Futóhomok tarkított borókával nyárral. Fehér táj, pusztai, alföldi. Jellegzetes határ. A kisgyerekére 2 és Robertre Csorba éves. 28 menekülő elől tűz. A leadott lövést célzott több vádlott. Egyik szerint vádirat. Megőrizte máig szerkezetét, beépítésű fésűs, keresztutcás kettős jellegzetességeit. Eredet ide változott sokat, képe falu óta. Század 17. felgyújtották koktélokkal. Molotov virradóra, 23-ára február 2009. Házát utolsó. Cigány sorának község fekszik közelében. Középpontjának földrajzi ország. Az. Peremén homokhátság, közi Tisza-Duna, részén déli megye Pest, Tatár-Szentgyörgy. 3. Kóka Jenő. A Pest megyei Tatár-Szentgyörgy cigány sorának, javítva Fenyves sorának, utolsó, javítva egyik, házát, javítva háza, 2009. február 23-ára virradóra, javítva 23-án, Molotov koktélokkal, javítva elektromos zárlat következtében, felgyújtották, javítva kigyulladt. A vádirat, javítva jegyzőkönyv szerint az egyik vádlott, javítva rokon, több célzott lövést adott le, javítva hívta ki a mentőket, a tűz elől menekülő 28 éves Csorba Róbertre, javítva Róberthez, és két kisgyerekére, javítva gyerekéhez. Az apa és az 5 éves kisfiú, javítva gyerek, Robika, javítva ifjabb Csorba Róbert, azonnal, javítva füstmérgezés következtében meghalt. 4. Balog Mária. A Pest megyei Tatár-Szentgyörgy, északi szélesség 47. fok 53. perc, keleti hosszúság 19. fok 22. perc, irányítószám 2375, körzetszám 29.960, lakos 55 négyzetkilométer, cigány sorának utolsó házát, Fenyves sor 3, alapterület 60 négyzetméter, 2009. február 23-ára virradóra, éjjel 4:15, molotov koktélokkal 2, felgyújtották 10 literes benzines kanna. A vádirat, 33 ezer oldal nyomozati anyag, 10 milliós nyomravezetői díj, szerint az egyik vádlott, összesen 4, több célzott lövést adott le, 4 sörét, 5 sörét, 18 sörét, a tűz elől menekülő 28 éves Csorba Róbertre, született 1981. november 16 anyja leánykori neve Gáspár Erzsébet, és két kisgyerekére Robert 5, Bianca 7. Az apa és az 5 éves kisfiú, testsúly 12 kiló, Robika, született 2004. július 8 anyja leánykori neve Jakab Renáta, azonnal meghalt. 5. Csorba Róbert. A Pest megyei Tatár-Szentgyörgy cigány sorának utolsó házát 2009. február 23-ára virradóra molotov koktélokkal felgyújtották. A vádirat szerint az egyik vádlott több célzott lövést adott le a tűz elől menekülő 28 éves Csorba Róbertre és két kisgyerekére. Az apa és az 5 éves kisfiú, Robika, azonnal meghalt. Ti, ta. 6. Ifjabb Csorba Róbert. A Pest megyei kibetűzhetetlen cigány sorának utolsó házát, kibetűzhetetlen február, kibetűzhetetlen virradóra, kibetűzhetetlen koktélokkal, kibetűzhetetlen.
A vádirat szerint az egyik kibetűzhetetlen, több célzott kibetűzhetetlen adott le a tűzelől menekülő kibetűzhetetlen éves, kibetűzhetetlen Robertre és kibetűzhetetlen kisgyerekére. Az apa és az 5 éves kisfiú kibetűzhetetlen, azonnal kibetűzhetetlen. Appendix. 2015. szeptember 2-án a világ számtalan napilapja ugyanazzal a címlappal jelent meg. Nilüfer Demir fotója a törökországi Bodrum város közelében készült a földközi tenger partján. A tengerpart fővenyén egy kisfiú fekszik piros pólóban, kék nadrágban. 3 éves, kurd. A Kobani nevű ostromlott szír városból menekült el a családjával, és a török Bodrumból a 4 kilométerre lévő görög szigetre, Koszra akartak volna eljutni. A 8 személyes gumicsónak azonban felborult, miután közel 20 utasa volt. Az anya és a 2 gyerek megfulladtak, a földközi tenger partra mosta a kisfiú holttestét, neve pedig világszerte ismerté és szimbólummá lett, hogy általa megnevezhető legyen a fantomfájdalom. Hogy ez az egyetlen név megőrződjön az itt maradók által és az itt maradóknak. A túlélőknek, akik mi mindannyian vagyunk. Itt véget is érhetne a megszólalásom. Magaslati ponton, már-már meghatottan. Még annyit mondanék, köszönöm, hogy meghallgattak, s jöhetne a szorványos taps. Szép lenne és kerek. Tehát hamis. Mert ma is megrendül getünk, csak közben sehol a rémület. Pedig a rémület igazsága nagyon is közismert, csak éppen tabu. Minden túlélés inflálja a veszteséget. Mert miféle veszteség az olyan, amelyik túlélhető? Mert miféle veszteség az olyan, amelyik kristálytiszta mondatokkal elevenedik meg, és nem mondatok roncsaival? Azért kell tehát legalább ez az egyetlen tudás, a földközi tengerbe veszett kurd kisfiú neve, hogy legyen igazolása az empátiánknak, hogy legyen alapja a fölényünknek, hogy eltakarjuk a veszteség túlélhetőségét, hogy eltakarjuk a túlélés kudarcát. Ezt a kurd kisfiút pedig úgy hívják, hogy...
Hedelezi, hedelezi.
nej, nej, nej.